játszik. Na és akkor most megnézhetjük még egyszer Iñigo Pérez lövését, aki szerintem azt kezdte reklamálni, hogy a labda gólvonalon túlpattant le, de hát erről szó sincsen. Bőven a gólvonal előtt esik le, hát bármennyire is szeretett volna nagy gólt szerezni a Numancia középpályása. Kovácsi szépen emeli fel, de már les miatt fúj a játékvezető. Nem is volt ez les közben, innen kiváló alá.